Harmadik fejezet Élet és Halál. Reggelre kelve szinte ugyanolyan elgyütörtem, vagy alig frissebben ébredtek, mint ahogy lefeküdtek. Óriási legkönnyebbülés fogta el őket annak láttam, hogy végre megyünk. Alig fogyasztották el sózó disznóhúzból, kávéból és kétszer álló szerény reggeliüket, Clayton már is neki látott a házépítésnek. Belátta, hogy éjszakai nyugalmukból és biztonságukról mindaddig szó sem lehet, míg négy masszív fallal hatékonyan el nem szeparálják magukat a dzsungel világától. A feladat nem kevés fáradtsággal járt, és majdnem három hetet vett igénybe. Pedig csak egyetlen apró szobáról volt szó. Clayton körülbelül a hat hüvelyk átmérőjű fatörzsekből építette fel a kunyhót. A hézagokat agyaggal tapasztotta be, amelyre alig a föld felszíne alatt bukkant rá. A szoba egyik végébe tűzhelyet készített a partról hozott kisebb kövekből. Ezeket is agyaggal ragasztotta egymáshoz. Amikor a ház teljesen elkészült, egész külső felületét négy hüvely vasszsakságban ugyancsak agyagbevonattal látta el. Az ablaknyílásba hüvelyknyi átmérői ágacskákat dugott, mind függőlegesen, mind viszintesen, és egymásba is fonta őket. Az eredmény oly masszív rácsozat lett, amely képesnek látszott ellenállni a nagyobb állatok erejének is. Ilyen módon a friss levegő és a megfelelő szellőztetés biztosítva volt, de a kunyhó biztonságának csökkenésétől nem kellett tartaniuk. A tetőszerkezetet szorosan egymás mellé fektetett kisebb ágakkal fette be, majd beborította hosszú szálú dzsungelfűvel és pálmalevelekkel. Végül erre is agyagrétek került. Az ajtó az utazó ládák anyagából készült. Clayton egymásra szögelte a deszkákat oly módon, hogy az egyes rétegek mindig keresztbe feküdtek a másikon. Így végül egy körülbelül három hüvelyk vastag és oly masszív táblát állított elő, hogy amikor ránéztek, mindketten felnevettek. Itt találta szembe magát Clayton a legnagyobb problémával. Most, hogy elkészült, kiderült, nincs mivel felfüggeszteni ilyen sűlyos ajtót. Végül aztán két napi munkával sikerült is két erős sarokpántot fabrikálni a kemény fából. Ezekre felfüggesztve az ajtó könnyedén nyitható és csukható lett. Az utolsó simítások díszítések későbbre maradtak. Mielőtt a tető elkészült, azonnal beköltöztek a házba. Éjszakára dobozaikkal torlaszolták el az ajtót, így a kislakás egész kényelmesnek és biztonságosnak mutatkozott. Az ágy, a székek, az asztal és a polcok elkészítése viszonylag könnyű dolog volt. A második hónap végére voltak éppen teljesen berendezkedtek. A vadállatok támadásától való örökös rettegés és az egyre növekvő magányosságot nem számítva igazából nem volt nyomasztó vagy kellemetlen az itt létük. Éjszakánként óriás fenevadak üvöltözésétől és horkanásaitól volt hangos a kis kunyhó környéke. A gyakran ismétlődő zajokat azonban az ember végül is megszokja. Egy idő után ők se sokat törődtek a lármával, hanem édesdeden végig aludták az éjszakát. Három alkalommal pillantottak meg futólag olyan fajta, emberhez hasonló alakokat, mint az első estén. De egyszer sem voltak elég közel hozzájuk ahhoz, hogy biztosan megállapíthassák, ember vagy állat-e az élőlény. A pompázatos madarak és a kis majmocskák hamar megbarátkoztak új ismerőseikkel. Mint hogy nyilvánvalóan soha nem láttak korábban embert, első ijedtségük elmúltával, mind közelebb merészkedtek. Engedtek leküzdhetetlen kíváncsiságuknak. Az első hónap még véget sem ért, s jó néhány madár már ételmorzsákat is elmert fogadni a barátságos Clayton házas párt tenyeréből. Az egyik délután, miközben Clayton a kunyhót További bővítésén szorgoskodott bolondos kis barátaik egyszer csak hangos visongatás és cserfelés közepette, csapatostul érkeztek a fák ágain a dombhát felől. Menekülés közben mindegyre rémülten pillantgattak hátra, míg végül megálltak Clayton közelébe. Izgatottan makogtak, mintha figyelmeztetni akarnák valamely közelgő veszélyre. Végre ő is észrevette a kis majmocskák ijedelmének okozóját, azt az emberi formájú fenevadat, amelyet a Clayton házas pár korábban néhányszor már látott egy-egy pillanatra. Majdnem teljesen két lábra emelkedve közeledett a dzsungel felől. Időről időre megtámaszkodott öklének külső felével a földön. Hatalmas emberszabású majom volt. Amíg haladt előre, mély, torokból jövő morgó, illetve halkugató hangokat hallatott. Clayton viszonylag távol volt a kunyhótól. Egy különlegesen tökéletes formájú fát szándékozott kivágni az építkezéshez. A baj nélkül eltelt hónapok elővizázatlanná tették. Puskáit, pisztolyait mind bent hagyta a kis kunyhóba. Most, amikor meglátta, hogy a hatalmas majom egyenesen feléje csörtett, mégpedig olyan irányból, amely elzárja előle a menekülést, valami meghatározhatatlan kis reszketés kezdett fel alá futkározni a gerincén. Tudta, hogy egy szál fejszével felfegyverkezve igencsak kevés esélye marad. És Elis. Uramisten gondolta, mi lesz Elisszel? Némi kis remény még kínálkozott arra, hogy eléri a kunyhót. Megfordult és futni kezdett. Közben hangosan kiáltozva riasztotta feleségét, hogy rohanjon be a házba és zárja be a nagy ajtót, amennyiben a majom elvágna elől a menekülés útját. Lady Greystock a kunyhótól nem messze üldögélt. Amikor meghallotta a férje kiáltozását, felnézett és megpillantotta a majmot. Döbbenten figyelte, hogy az állat nagy és esetlennek mutatkozó teste ellenére milyen hihetetlen ügyességgel, sebességgel lendül előre abbéli igyekezetébe, hogy elzárja a visszavonulás lehetőséget Clayton elől. Halksikójjal iramodott a kunyhó felé. Amikor belépett az ajtón, visszapillantott, s a látványtól jeges rémület töltötte el a szívét. A fenevad időközben férje elébe került. Clayton védekező állást vett fel, mindkét kezével megmarkolta a fejszét. Felkészült arra, hogy lesújtson vele a felbőszült állatra, ha az valóban neki támad. – Csukd be és reteszeld el az ajtót, Elisz! – kiáltotta Clayton. – Elintézem én a fickót a fejszével is! De jó tudta, hogy szörnyű halának nézelébe. Ugyanilyen jól tudta ezt a felesége is. A majom jól megtermett hím volt. Gyűlölet lövelt ki bozontos szemöldöke alatt csillogó gonosz, közelülő szemeiből. Ijesztő morgások közepette vicsorgatta hatalmas tépőfogait. A vadállat vála fölött Clayton jól látta kunyhójuk bejáratát. Alig húsz lépésre volt tőle. A rémület és a félelem hulláma öntötte el, amikor feleségét látta feltűnni az ajtóban egy puskával a kezébe. Az asszony mindig is félt a lőfegyverektől. Még csak közelükbe se ment, de most puskával a kezébe rohant a majom felé. – Vissza, Elis! – ordította Clayton. – Az Isten szerelmére, menj vissza! Ám az asszony nem fogadott szót, és ebben a pillanatban a majom is támadásba lendült. Így aztán Claytonnak minden energiáját a védekezésre kellett fordítania. Teljes erejével meglóbálta a fejszét, de a bivaj erős fenevad megragadta a szerszámot rettenetes kezeivel, és kitépve Clayton markából nagy ívben félrehajította. Ijesztő morgással közeledett immár védtelen áldozata felé. Még mielőtt vérszomjas tépőfogaival elérte volna a torkát, éles dörej hallatszott, s a golyó a majom hátába fúródott. A fenevad clayton a földre lökve, most új ellenségével fordult szembe. Az asszonyka rémülten állt előtte, és kétségbe esetten próbált meg újabb golyót tereszteni az állat testébe. Mivel azonban fogalma sem volt a lőfegyverek működéséről, a kakas csak tompán kattant az üres töltényhüvelyen. Ezzel szinte egy időben Clayton újra felpattant a földről. Mit sem törődve azzal, hogy amit tesz tökéletesen kilátástalan, a majomhoz rohant, hogy elrángassa azt földre roskat felesége közeléből. Ez szinte minden erőfeszítés nélkül sikerült is neki. A hatalmas test maga tehetetlenül zuhant a fűre. A majom kimúlt. A golyó megtette a magájét. Clayton septébe megvizsgálta a feleségét, de sérülésnek nyomát se látta rajta. Úgy látszik, a rettenetes fenevad abban a pillanatban kimúlt, mihelyt Alice felé fordult. Gyengéden fölemelte, amíg mindig eszméletlen asszonyt is bevitte a kunyhóba. Két teljes órába telt, mire Alice visszanyerte öntudatát. Első szavai mélységes aggodalommal töltötték el clayton Miután felébredt alértságából, elész kis ideig csodálkozó szemmel bámulta a kis kunyhó belsejét, majd elégedett sóhajjal azt mondta. Jaj, John, de jó, hogy végre valóban otthon vagyunk. Rettenetes álmom volt, drágám. Azt álmodtam, hogy nem vagyunk Londonban, hanem valami szörnyűséges helyen, és hatalmas fenevadak támadtak ránk. Jól van, Elis, drágám, nyugodj meg, mondta a férfi, és megsimogatta a felesége homlokát. Próbálj meg aludni még egy kicsit, és ne izgasd magad ezek miatt a csúfámok miatt. Azon az éjszakán egy kisfiú született a kunyhóba ott az őserdő peremén, miközben az ajtó előtt Leopárd üvöltött, s a dombhát mögül az oroszlán mélyen zengőbömbölése hallatszott. Lady Greystock soha nem heverte ki a rájuk támadó majom okozta sokkot. Bár még egy évig élt azután, hogy a csecsemő megszületett, többé a lábát sem tette ki a kunyhóból. Mindvégig nem jutott el igazán a tudatáig, hogy nem Angliában él. Néha az éjszaka különös hangjainak mi bellétéről, a személyzet és barátai távollétének okáról, szobája berendezési tárgyainak furcsán kezdetleges voltáról kérdezgette Clayton. -t. A férfi nem próbálta megáltatni, de Elis valójában többé nem fogta föl, hogy mit jelent ez. Egyéb irán teljesen normálisan viselkedett. Az az öröm és boldogság, amelyet kisfia és férje kifogyhatatlan előzékenysége jelentett a számára, igazán szépé, rövid kis életének legszebb évévé tette ezt az esztendőt. Hogy örökké félelmek és aggodalmak gyötörték volna, ha szellemi képességének teljes birtokába marad, az a Clayton tökéletesen tisztában volt. Ezért aztán, bár rettenetes érzés volt feleségét ilyen állapotba látni, néha már már örült, hogy az asszony az egészből nem ért semmit. Hosszú ideje már csak a véletlentől remélte, hogy valaki a segítségükre lehet. Lankadatlan buzgalommal csinosítgatta hát a kunyhó belsejét. A padlót oroszlán és bőrök borították, a falak mentén szekrények és könyves polcok sorakoztak. A környéken talált agyakból saját kezűleg formált egyedi alakú vázákban gyönyörű trópusi virágok pompáztak. Fűből és bambuszból készült függönyök kerültek az ablakokra, és a legnagyobb veszőtséggel járó feladat az volt, hogy a rendelkezésre álló néhány szerszám segítségével simítót gyártott, amelyel szépen bevakolta a falakat és a mennyezetet. Továbbá simára egyengedte a kunyhó padlóját. Kisé csodálkozott is azon, hogy milyen jó ráálltak ezzel az ilyen korábban soha nem végzett munkára. Szívesen dolgozott, mert a feleségéért és azért a csöbb teremtésért tette, akik életük vigaza volt. A rákövetkező év során clayton számos alkalommal támadták meg a nagymajmok. Most már szemlátomást állandóan a kunyhó környékén tanyáztak. Minthogy azonban többé nem merészkedett ki a szabadba puskája és pisztőjai nélkül, nem igen tartott az óriás fenevadaktól. Megerősítette az ablakot védő rácsot, és különleges, fából faragott lakatot készített a kunyhó ajtajára. Így, amíg vad és gyümölcs után járt, nem kellett attól félnie, hogy valamilyen állat behatol a kis otthonukba. Eleinte sok vadat lőtt a kunyhó ablakából. Utóbb az állatok már félni kezdtek a különös barlangtól, amelyből puskájának mennykövei csapkodtak le rájuk. Üres óráiba Clayton az új otthonukba szánt könyvtár darabjait olvasgatta. Gyakran hangosan a felesége számára is olvasott. Sok volt közöttük a kisgyerekeknek való képes könyv, ABC-s könyv, olvasókönyv. Úgy számítottak elinduláskor, hogy gyermekük elég nagy lesz már ahhoz, hogy ezeket forgassa, mire reményük lesz visszatérni Angliába. Máskor meg Clayton a naplóját vette kézbe, amelyet régi szokása szerint franciául vezetett. Ebbe jegyezgette fel különös életük eseményeit. Ezt a könyvet egy kis fémkazettába tartotta elzárva. Egy évre rá, hogy a kisfiú megszületett, Lady Alice egy éjszaka csendben eltávozott az élők sorából. Olyan békésen szenderült jobb létre, hogy órákba telt, mire Clayton egyáltalán ráébredt a szörnyű valóságra. A helyzet rettenetes volt, a csak lassanként világosodott meg számára. Kétséges azonban, hogy valaha is teljesen eljutott volna a tudatáig, milyen mérhetetlen csapás érte, és milyen iszonyú felelősség szakadt a nyakába most, hogy egyedül maradt, még mindig csecsszopó kis fiával. Naplójába az utolsó bejegyzés a felesége halálát követő reggelen került. Ebben egyszerű, tárgyilagos hangon rögzíti a szomorú esemény részleteit. Amitől szavai csak még megrázóbbak, mert a végtelen bánat és reménytelenség szülte csügget beletörődés sugárzik belőlük. A kicsi fiam sír, mert éhes, jaj, Elis, Elis, mit évül legyek, mond! Amikor John Clayton leírta ezeket a szavakat, az utolsókat, amelyeket a sors rendelése folytán papírra vethetett, kimerülten hajtotta le az asztalon kinyújtott karjára a fejét. Az pedig, akinek a számára ezt az asztalt készítette, most csendben és hidegen feküdt a mellette lévő ágyon. A délidőre elnyugodott dzsungel síri csendjét hosszú-hosszú ideig nem verte fel semmi zaj. Csupán az aprócska embergyedek szívszaggatós írása.